Az elmúlt hetekben a hideg idő, a hó és az ónos eső is igencsak csúszósá tette az utakat. Igaz a törvény szerint a téli időszak november 15-én veszi kezdetét és április 1-ig tart, viszont számunkra akkor veszi kezdetét, amikor már az útviszonyok egyre rosszabbak. Bűn Zsoltal, a Tiszabolán autós iskola oktatójával beszélgettünk arról, hogy a téli hónapok beáltával mit is lát elő a törvény, illetve hogy mire kell odafigyelnünk, ha vezetünk kötelező, hogy a járművünkön, a, hogyha B-kategóriás járműről beszélünk, vagy esetleg kis teherautóról, ami, ami nem haladja meg a 3,5 tonnát, aminek a legnagyobb megengedett súly, hogy nem haladja meg a 3,5 tonnát, kötelező, hogy téli gumi legyen ezeken a járműveken és ö, olyan, olyan gumikat, olyan gumiabroncsokat ismernek el téliguminak, amin írja, hogy M plusz S, van egy M plusz S jelzés, vagy írja, hogy Snow, vagy ö, hópehely van rajta, vagy különböző ö, téli ö, viszonyokra utalnak, mint Winter, vagy, vagy hasonló felírások vannak rajta. Na most abba az esetben azért, hogyha nincs hó az úton, az úttestét nem borítja hó, vagy nincsenek fölfagyások. A mi törvényeink lehetővé teszik azt, hogy nyári gumival vezessünk ilyen útviszonyok mellett, amikor ott tehát az útviszonyok jók, de ha ne Isten balesetét okozunk, akkor rajtunk fogják elverni a balhét, hogy nem volt téli guming. A közlekedési törvényben szerepel az is, hogy a téli időszakban kötelező a hólánc is, melyet a megadott útviszonyok között használnunk is kell. Nagyon fontos még, hogy a kocsiban helyezzünk el egy lapátot is, valamint pokrócot, ivóvizet, és ha egy mód van rá, akkor a gépjárműbe is a megszokottnál több üzemanyagot töltsünk, hisz sosem lehet tudni, hogy milyen útviszonyokkal találkozunk. Már novemberben nem árt ellenőrizni a kocsiban a fagyállót, illetve az ablakmosóba olyan folyadékot kell tölteni, ami alkalmas a fokok mellett is az ablakmosásra. Többször elhangzott már, hogy ilyen útviszonyok között ugye a megfelelő technikával vezessünk. Hát mi is a megfelelő technika télen, illetve ilyen ónos, esős időben? Tehát mindenképpen egy szóval azt tudnánk mondani, hogy az útviszonyoknak megfelelően vezessünk, a látási viszonyokhoz is ugye alkalmazkodjunk. Tehát alkalmazkodni kell az útviszonyokhoz. Ha csúszós úton vezetünk, akkor tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk lassabban, hogy lehetőségünk legyen megállni még biztonságosan. Tehát nekünk, mint vezetőknek az a dolgunk, hogy bármilyen szituációban biztonságosan biztonságosan le tudjuk állítani járművet. A másokra való odafigyelés és a biztonságos közlekedés nem csak a gépjárművezetőkre vonatkozik, hanem a gyalogosan közlekedőkre is. Így van, figyelmesebben, óvatosabban, nem csak a gyalogjárdára kell ugye ügyelni, hogy hogy is lépek, mint is lépek, nehogy elcsúsztak, hanem amikor a gyalog átkelő helyre lépnék, akkor figyeljen meg azt, hogy közeledik-e felém egy jármű, aki lehet, hogy majd nem tud biztonságosan megállni. Tehát a gyalogosoknak is van kötelezettsége a járművek iránt, nem járművezetők iránt, nem csak a járművezető kell, hogy ügyeljen a gyalogosra, ez oda-vissza működik ez a felelősség, és ne tegyek ki egy se a, a az épségét, a, a testépségét, épségét a, azért, csak hogy, hogy én most sietek és, és haladok, és nem érdekel a járművezető, mert esetleg a gyalog átkelő helyén nekem lesz elsőbségem, és nekem van elsőbségem. Ilyenkor télen sokuknak elromlik az akkumulátorja, mi a helyes, hogyha valaki úgymond meg szeretné bikázni az autóját, van -e, erre ugye nem készítik fel a, a vezetőket, sokan nem tudják, van kábele, de nem tudja, hogy hogy kell használni. Erről egy pár szót esetleg. Tehát nem is éppen a bikázás szót használnám, hanem átjátszó kábelt, és akkor ez, ez megvásárolható az autósboltokba. Hát sajnos azt mondhatnám, hogy néha, elő, tehát sokszor előfordul inkább, nem is csak, hogy néha, hogy ezeknek a minőségével kicsit baj van. Vagyis attól, hogy az a szigetelő anyag egész vastagnak látszik rajta, és azok úgy néz ki, mint hogy milyen erős kábelokról van szó, benne az a sodrot rész vezeték elég vékony. És néha kis áramot fog átvinni ez, és előadódhat, hogy nem túl sokat fog segíteni egy, egy másik járműnél. Tehát ennek a beszerzésénél is figyeljünk arra, hogy egy kicsit minőségesebbet vásároljunk, és abba az esetben, ha valakinek elfogyott az áramja, mert nem töltött neki a generátorra, ugye a köznyelben inkább alternátort vagy dinamót használunk, de ha ez nem működik, akkor előbb Kifogy az akkumulátorból az áram, és a modernebb járművek aznak ugye azoknak ugye blokkol majd a kompjútera, nem tudjuk üzemeltetni. Hát a régebbieknél talán-talán továbbig el tudnának haladni, pláne ha nem kapcsoljuk fel a fényszórókat, de hát tudjuk azt, hogy a törvény szerint nappal is kötelesek vagyunk használni a fényszórót, de mégis azt tudnám mondani, hogy azoknál egy picit ez tovább húzódhat ez a probléma, hogyha, hogy megoldásra várjon. Ezen kívül hogy hogy is kell ezt használni. Hát természetesen föl kell nyitni a motorháztetőt, egyik járműnek jobbról, másiknak balról van ott elhelyezve az akkumulátor, van amelyiknek a közepén, van amelyiknek az anyósülésnél a, a, van elhelyezve a padlózatba, fel kell ott tanom szabadítani azt a, azt a borítást, hogyha éppen van, és nyilván ügyelni arra, hogy a plusz és a mínusz pólust a másik járműnél is a plusz és a mínusz pólussal kapcsoljuk össze, és nehogy megcseréljük, mert akkor a fogunk idézni. Alkalmazzuk azt a szabályt, ami, ami logikus is, hogy a piros kábelt tegyük ugye a plusz ki vezetésre a feketét, pedig a mínusz kivezetésre is nem fogjuk összekeverni akkor azt. Vannak esetek, amikor gépjárművünket vontatni kell. Az autót kötéllel, szajlával és vontató tudjuk vontatni. A kötél hosszúsága 3-5 méter lehet, míg a vontató esetén 3 métertől rövidebb nem lehet, és 5 métertől hosszabb sem. A törvény értelmében az ilyen szituációban maximum 40 km-es sebességgel haladhatunk, miközben mind a vontató, mind a vontatott járművön látható helyre kell helyezni a piros háromszöget, és a négyes irányjelző bekapcsolása is kötelező.